csillagossággal köszöntötték vendéglátóikat az erdélyi gyermekkórus tagjai. A csillagösvény elnevezésű missziós körutat először 2013-ban szervezte meg Böjte Csaba. Az első három évben gyűjtött adományokból épült fel a Boldogasszony iskola nővérek háza, a Mariánum. A támogatásoknak köszönhetően elkészült az épület, a további adományokat a ház berendezésére és a játszótér felépítésére fordítják. Egymást érik a koncertek a turné alkalmával. Nem kis dolog minden nap nagyon sok ember előtt énekelni, de egyrészt nagyon szeretnek énekelni a gyerekek, tehát tényleg sokat énekelünk, szívesen állnak székelyruhában a jó emberek elé, de hát ugye sok motiváció is van, mert a Balatonba is minden nap belemegyünk, meg hát olyan kedvesen fogadnak minket, hogy tejben, vajban, fagyiban, barackban fürdünk. A vendégeket Bálint Sándor alpolgármester fogadta. Köszöntőjében kitért arra, hogy a balatonalmári segítőknek köszönhetően igyekeznek emlékezetessé tenni a gyerekek részére a városban eltöltött időt. Balatonalmári már negyedik alkalommal fogadja a csillagösvény gyermekeit, és természetesen Böjte Csaba atyát is. Fogadjuk őket, ellátjuk minden földi jóval, ebédet kapnak, vacsorát kapnak, strandra bemehetnek, természetesen ingyenesen. Az esti szentmisén biztosítjuk a helyszínt, és amit sikerül ott adományokból összegyűjteni, és természetesen az az övék, de mi egyébként pénzadománnyal külön nem támogatjuk őket, természetben támogatjuk, és azzal, hogy helyszínt biztosító védelhez. A Magyar Örökség díjas gyermekkórus tagjai Szovátáról és a Felső Nyárád Mente falvaiból valók, néhányan pedig Böjte Csaba szovátai otthonában nevelkednek. 12 éve működik a Mozgó Énekes Iskola. Mi mindig szépet teremtünk, amikor éneklünk, ezt valljuk, és nagyon jó, hogy nagyon-nagyon sok alkalommal tudtunk eljönni Magyarországra, és itt barátokat szerezhettünk, ismerősökkel találkozhattunk, és olyan kapcsolatok születtek, amelyek most már akár az Almáviakkal negyedszerre valósul meg egy ilyen lehetőség, hogy eljöhetünk, és tényleg nagyon-nagyon sok ajándékot kapunk az itteniektől. Itt éneklünk, és tényleg próbáljuk megajándékozni az embereket az énekkel, de ugyanakkor nekik is köszönhetjük azt, hogy most a kórusnak már felépült az otthona, és létrejött a Mariánum központ, ami még több gyereknek ad lehetőséget majd az éneklésre. A kórussal tartott Bíró Antal atya is, akit Márton Áron püspök szentelt pappá 75 évvel ezelőtt. Erdélyben nekünk óriási szükségünk van az öntudatos fiatal generációra, mert én küldetésben járom Magyarországot, hogy a fiatalokat felbocsítsam, hogy amit a 20. század legsúlyosabb embere Erdélyben, Márton Áron nagypüspök, akit most egy komisszió az összmagyarság legnagyobb emberével nevezett ki. A legnagyobb magyar, a legnagyobb hitvalló, Márton Áron nem csak Erdély, hanem az egész magyarság. És elrendelték, hogy 120 éves évfordulója alkalmában, ahol templom van, ahol kápolna van, imaház van, ahol harang van, egyszerre kell meghozni, augusztus 28-án, kérem, a Csíkszentmihályi templomból együtt. Az 57 fős csoport a délután kikapcsolódással töltötte, strandoltak, majd este a káptalanfüredi Angyalos Boldogasszony kápolna kertjében szentmisével és a kórus koncertjével zárult a balatoni csillagösvény körút almári látogatása.